Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek. A Samsung téltős hordozható SSD-je világszerte egy rendkívül népszerű kiegészítő. A tartalomgyártók nagy része, ha nem lészi külső merevlemezzel, akkor Samsung TL-tel dolgozik, és kicsi, gyors, minőség és kb. Mindennel kompatibilis. Idén azonban megérkezett az utód, a 6-os számot kihagyták, megjelent a Samsung T7, aminél gyakorlatilag duplázták a T5 sebességét. At írunk, aki ugye sok adattal dolgozik, annak fontos a sebesség, annak a memóriakártya simán Class 10-es minősítéssel nem elég, annak a HDD-k is lassúak, annak ellenére, hogy ugye egy merevlemez gigabyte per forint arányban még mindig jobb. A mai NVMe SSD-k is már több 1000 megabyte per szekundum írási olvasási sebességre képesek, de lassan eljutunk oda, hogy a SATA SSD-k is lassúnak minősülnek, pedig nyilván nem azok, csak hát tudjátok, hogy van ez, mindig van jobb és gyorsabb. A Samsung T5-ös SSD-jét már évek óta használom nagy megelégedéssel, kb. Akkor szereztem be, amikor még a 2016-os MacBook Pro-n vágtam a videókat. A laptop 256 GB-os tárolója eléggé kevés, így közvetlenül az 500 GB-s T5-ös SSD-n voltak a nyersanyagok, arról dolgoztam. A Crystal Disk Info alapján még mindig 100%-os a kondíciója. Na de nézzük, hogy mit tud a Samsung T7 SSD. Ebből létezik egy T7 Touch verzió is, ami abban különbözik, hogy azon van egy új nyomatolvasó is, amivel 4 ujjunkat tudjuk beregisztrálni, és csak akkor férhetünk hozzá az adatokhoz, hogyha autentikáljuk magunkat. Kifejezetten hasznos funkció egyébként, hogyha fontos adatokat tárolsz, és esetleg hajlamos vagy elhagyni az SSD-t. Ez is kapható hazánkban, hozzám viszont a sima, szenzor nélküli verzió került. A Samsung T7 dobozában gyakorlatilag ugyanazokat a kiegészítőket fogjuk kapni, tehát van egy USB-A, USB-C és egy mindkét oldalon USB-C kábel, pont mint a T5-nél. A dizájn és az anyaghasználat igazából nem sokat változott, ami említésre méltó, hogy a T7 már minden oldalról fémborítással rendelkezik, a T5 két vége műanyagból készült, illetve méretileg pont akkora, mint egy bankkártya, a T5-nél kicsit hosszabb és alacsonyabb, pont mint hogyha kiköfolták volna. A Samsung állítása szerint a T7 kétszer gyorsabb, mint a T5, amihez a sebességtesztek alapján egyébként nagyon közel van, de nem azért, amiért sokan hiszik. A T5-nél az áll, hogy a csatlakozója USB 3.1 Gen 2-re képes, a T7-nél pedig USB 3.2 Gen 2-t írnak, és sok tesztelőbe is dőlt az elnevezésbeli különbségnek, ugyanis ez a két szabvány egyébként teljesen ugyanaz, ugyanúgy maximum 10 gigabit per szekundumra képes, hogyha érdekel miért, akkor van egy külön tisztázók videóm az USB szabványokról. A különbség a két SSD között, amiért gyorsabb a T7, az a flash tárolóból és a vezérlőből adódik, a T5 ugyanis SATA-s, a T7 pedig egy PCI Express alapú NVMe SSD. Viszont, nagyon fontos, hiába van az eszközödön USB-C port, hogyha az nem USB 3.2 Gen 2-es, akkor nem tudod kihasználni a T7 maximum sebességét, illetve akkor se, hogyha az USB-A-s kábelt használod. A Windows PC-n bedugott Kingston Hub maximum 3.2 Gen 1-es, tehát 5 gigabit per szekundumra képes, hogyha erre csatlakoztatom a T7-et, akkor ugyanolyan sebességet fogok vele elérni, mint a T5-tel, szó se róla így is gyors és tökéletesen működik, de nem tudott teljesen kihasználni. Ehhez a Gen 2-es port szükséges, amire nálam csak a MacBook Pro képes. Na itt viszont már látható a sebességbeli különbség, a Samsung T5 520x430 MB per szekundumon maximalizálódott, a Samsung T7 viszont kb. 900x900 MB per szekundum a sebességet ért el, tehát kis ilyen igaz a Samsung állítása, miszerint a T7 kétszer gyorsabb az elődjénél. Ha olyan géppel dolgozol, ami Gen 2-es USB-C-vel rendelkezik, akkor érdemes lehet megfontolni ezt a külső SSD-t, ugyanis ahhoz képest, hogy tényleg milyen kicsi, tényleg piszok gyors és használhatod Mac-hez, Windowshoz, Linuxhoz, Androidos telefonhoz, iPadhez, gyakorlatilag bármihez. A Samsung T7 szerintem egy solid upgrade az előtthöz képest, megőrizték a kompaktságot és lényegesen gyorsabb lett. Az SSD három színben érhető el, az alapmodell már nem 250, hanem 500 GB-os, de van 1, illetve 2 TB-os verzió is. A Samsung Experience oldalán az 500 GB-os T7 48.000 forintba kerül, de például az Air-Digital oldalán az új lenyomatolvasós verzió kerül 50.000 forintba, szerintem megéri ezt a kis felárat a szenzor. Az én igényeimnek a T5 most is megfelel, de nem lepődnék meg, hogyha sokan váltanának T7-re vagy T7 Touch-ra. Nos, én ennyit szerettem volna elmondani erről a kis külső SSD-ről, kíváncsi vagyok, hogy nektek hogy tetszik, írjátok meg kommentben, ha tetszett a videó, akkor természetesen dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!